Sziasztok! Mivel kértetek, hogy készítsek egy ilyen tutorial videót, hogyan is kell beállítani a Frapset, illetve a Premiere Pro-t, ahogy szerintem a legjobb minőséget tudjuk vele elérni. Ezért ezt megcsinálom nektek, megmutatom, hogy én hogy használom. Tehát a Frapsnek ajánlott egy ilyen legalább a 3.5.7-es verzióját, vagy annál újabbat, mint nekem is a 3.5.9. Tehát ez az egyik legjobb, legújabb egyenlőre. Itt ennél a résznél nem nagyon kell semmit állítgatni. Itt viszont ez most játéktól függő, mert például, ha felvesz az ember egy Counter-Strike-ot, vagy egy Left 4 Dead-et, akkor ajánlotta az FPS-t 60-ra állítani, de akkor majd konvertáláskor is állítsátok át 60-ra az FPS-t a Premiere Pro-ba, mert máskülönben végigmegy a konvertálás, de a legvégén errortad, és nem fogja tudni lejátszani a videót. Egy 24 bites kis fájlt kapsz, de nem tudsz vele mit kezdeni. Nekem felismeri a mikrofont is, mivel be van dugva, de most nem ezzel a programmal veszük fel a cuccot. De más játékoknak általában elég a 30 FPS, ami nem ilyen nagyon. Tehát az maga az FPS játékoknak ajánlott a 60 FPS, ami ilyen gyors mozgású. A képeknél, hogyha képeket is akartok kimenteni, azt jobb PNG-be menteni, mert jobb a minősége, viszont nagyobb a mérete is. Például YouTube-ra akkor borítóképnek nem biztos, hogy egy Full HD képet be tudtok majd tenni. Elnézést. Mivel lehet, hogy nagyobb lesz a mérete, mint amennyit enged a YouTube. Szóval hogyha YouTube-ra is akartok tenni róla képet, vagy olyan helyre, ahol mit tudom én két meg, akkor limit van, vagy valami, akkor hagyjátok inkább JPG-n, és úgyis elég jó. Na hát a Frapsről kb. Ennyit. Lássuk a Premiere Pro beállításait. Tehát igen, csinálunk egy New Project. Itt nem kell állítani semmit. Itt se. Itt le, esetleg a nevet, hogyha akarunk tenni neki, hogy mit tudom én, teszt. Leokézzük. Én nekem itt előre meg van csinálva, ahogy én szeretem. De ezt most megmutatom nektek újra. Tehát itt van például egy előre definiált, hogy vegyük ezt például. Egy standard, vagy nem widescreen, mert hogy széles választ, vagy ilyen settings. Na, itt a settingsnél beállítjuk, hogy custom legyen. Az FPS-t a timebase-nél betesszük 30 FPS-re. A felbontást megadjuk. Most, ha valaki 720p-be akarja videót csinálni, akkor 1280x720. De mivel én Full HD-t akarok, így 1920x1080-as felbontást csinálok. Ezt az aspect ratio-t mindig állítsuk erre, mert így lesz meg a rendes felbontás, tehát így meg is marad. A filcet tesszük no filcre, ez itt marad. A hangot 48.000 Hz-re, vagy én 44.100-ra szoktam tenni, mert ez még olyan, hogy jó minőségű. Más az maradhat. Esetleg ezt be lehet itt állítani, de nem fontos ez se. A hangnál viszont elég, hogyha egy hangsávot vesz. Itt teszt is átnevezzük tesztre. És ezt el is lehet menteni, ha akarjuk. De én most nem teszem meg. De ez itt átállítódott. Custom 30. Trollkodik a Premiere-tó. Így, 44.000, ez jó is, mint egyre, jó, most megmaradtak, leokézzuk, és megnyitja nekünk amit, tehát magát a cuccot. Itt rájövünk ide, importálunk egy videót, mit tudom én teszem azt a Far Cry 2, bár ez egy lekonvertált videó, de most nem az a lényeg. Beteszi ide, innen áthúzzuk természetesen ide, tehát látjuk, van egy videó és egy hangsáv. Én most ehhez nem teszek se intrót, se semmit, azt majd később. Tehát itt van ez,
és akkor ugyancsak rájövünk a beállításokhoz, és rákattintunk az Export médiára. Tehát fontos, hogy mindig ez legyen. Itt már mutatja is, hogy magát a source, tehát hogy a most jelenlegi fájl méretet, meg adatokat, mindent itt fog mutatni, és fölötte mutatja, hogy mi beállítjuk. Mivel ez már egy lekompresszált videó, ezért most ez ebből nem lesz egy nem tudom milyen jó minőségi videó, de megmutatom a beállítások a lényeg. Tehát a formátot mindig H.264-re tesszük, és én nekem már van elmentve egy beállítás, amit én szoktam használni, de most custom-ra tesszük, és mit csináljuk meg neki a normális beállításokat. Ezt megnagyítjuk, hogy lássuk jobban, hogy mit is csinálunk. Tehát a felbontás itt már látszik is, hogy 1920x1080, mindenki átállítja magának, amilyenre akarja használni. A frame rate-et áttesszük 30 FPS-re, mert 30 FPS-es játékot játszunk, tehát arról vettünk fel videót. Az aspektet itt is áttesszük 1-esre. Ezt itten megint high-on hagyjuk, a levelt 5.0-ra, de 4.1-re is lehetne akár, de én 5.0-án hagyom. A renderet maximum depth, tehát ezt bepipáljuk, mert így még jobb minőségű a videó, viszont kicsit tovább tart a konvertálás, de ez csak pár perc plusz. Itt ez általában CBR-en szokott lenni, ezzel sincs végül is probléma, ha beállítjátok CBR-re, de én ezt így 20 megabit per szekundumra szoktam állítani. Nagyobb a fájl méret, de viszont nem pixeles a kép. De hogyha beállítok 15-öt neki, az is elég. Viszont akkor sokkal kisebb lesz sokkal kisebb. Most 556 mega. Ha beállítjuk, mit tudom én, 15-re, akkor látszik már, hogy 100 megával kisebb lesz a videó. De nem ezt a beállítást használjuk, hanem a VBR Pass 1-et, mert így csak egyszer konvertálja a videót, és beállítjuk, hogy minimum a vagyis a target, hogy az általában a target bitrate az legyen, hát én beszoktam állítani 16-ra, tehát ennyi legyen meg mindig, és a maximum pedig 20. Mert ahol például nem történik semmi, csak áll a kép, ott nincs értelme, hogy most 20 megabittel kódolja, mert csak a méret marad meg nagy. De maga a minőség ugyanolyan lesz, szóval annyi, hogy így spórolunk egy pár megát, ami jól jöhet. Keyframe distance test 30-ra szoktam állítani, van, aki másképp állítja, én így. Az audiónál is használjuk az AAC-t, itten beállíthatjuk, ahogy hány hercent, én 44.000-be veszem is fel a videókat, van, aki 48.000-be, tök mindegy végül is, de ez még olyan, hogy jó minőség. A channels stereo, ha valaki 5.1-be veszi fel, az beállíthatja 5.1-be. A bitrate itt megint egy érdekes kérdés, mert azt hiszem, hogy standard 256 vagy 320-ra állítja, de szerintem felesleges, 192-t szoktam használni már nagyon régóta, és a hanggal nincs probléma, tehát így megfelelő. Itt már mutatja is, hogy milyen beállításokat használunk. A multiplexernél nem kell állítani semmit, FTP-nél úgy szintén, filtereknél megint nem kell semmit állítani. Tehát ellenőrizzük még egyszer, minden jól van, igen. Ezután erre kattintunk, akkor nem tudom mi a bokám, az nem tudom kiolvasni. És itt vagyunk, hogy konvertáljuk is a videót, rendereljük. Itt egyszerűen csak rákattintunk a renderelésre, először úgymond leteszteli a hangot, ezt egy-kettőre megcsinálja ennek, és nem leteszteli, mert végül is ez is most konvertálja magát a hangot, ez kész is, és most a videót. Ez is most viszonylag gyorsan el fog menni, mivel kicsi a fáj. Tehát ez lenne a lényeg ennek az egész. Ennyi az egész beállítás, ahhoz, hogy szerintem ez még olyan minőséget csinál, ami YouTube feltöltés után is elviselhető. Tudni kell azt, hogy feltöltés előtt a videó sokkal jobb minőségű, de feltöltés után a YouTube lerontja a minőséget.
Ezért ajánlott, hogy legalább mi gépen úgy konvertáljuk, hogy legyen jó minőségű, mert úgyis elbassza a YouTube, miután feltöltjük. Hát feltöltünk egy rossz minőségi videót YouTube-ra, ő azt tovább konvertálja, tovább ront a minőségen. Végül oda jutunk, hogy egy teljesen rossz minőségű videót kapunk, és akkor megint a nézők elégedetlenek. Inkább konvertáljunk egy jobb minőségű videót, még ha egy kicsit nagyobb a mérete is, de utána legalább YouTube-ra feltöltés után nem lesz annyira rossz a minősége. Időközben ez még konvertál, addig megmutatom nektek, megtalálható vagyok Facebookon is, nyugodtan lájkolhattok ide, automatikusan kiteszem az összes videókat, képeket is szoktam kitenni. Twitteren is feliratkozhattok, itt is van channelem STB videó néven, illetve YouTube-on is iratkozzatok fel, jönnek a végigjátszások magyar kommentárral, és más újdonságokról is mindig Full HD-ba jönnek a videók. Tehát ez lenne a lényege. Tehát ezt itt most megvárjuk. Jelenleg van már lekonvertálva a videó. Dead Space 3, ez most, ha minden igaz, már fel is van töltve. Tehát én ezekkel a beállításokkal készítem a videókat. Itt meg lehet nézni, hogy a Premiere Pro kihasználja az összes, tehát ahány magunk van, kihasználja mindet. A RAM-ot viszont be lehet neki állítani, van egy olyan okosság benne, hogy be lehet állítani, nem is tudom már hol, itt Preference. Memory-nál meg tudjuk adni neki, hogy mennyi, hány giga RAM-ot használjon az összes memóriánkból. Ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog, mivel hogyha még mellette akarunk valamit csinálni, aminek kell RAM, mit tudom én, photoshopolni a háttérbe, míg konvertálunk, vagy eljátszani egy nagyon alapvető kis gyenge játéka, hogy a processzort azért ne terelje, hogy ne húzódjon minél tovább a konvertálás, akkor itt be tudjuk állítani neki. Én ezt, tehát ez a lényeg, hogy másfél giga RAM-nál kevesebbet nem lehet beállítani, mert annyit elvesz a úgymond a Windows és a programok, amik telepítve vannak. Tehát ennél kevesebbre nem lehet állítani, viszont mint látjuk, be van állítva, hogy 6,4 giga RAM-ot eszik csak a Premiere Pro és a Media Encoder. Ez egy nagyon hasznos funkció a Premiere Pro-ba. És mint látjuk, mindjárt végez is a videóval. Kicsit sokáig tart, mert már egy kompresszált videót kompresszál, máskülönben gyorsabban menne. Szóval ennyi lenne a lényeg, ott azok a beállításokat, ha mindenki megcsinálja, szerintem mindenki elégedett lesz a minőséggel. Annyi a biztos, hogy a konvertálás lehet, hogy tovább tart, illetve a fájl méret picit nagyobb, így kicsit több idő kell, még felkerül YouTube-ra a videó, de legalább jó minőségű videót csinálunk. Ami szerintem fontosabb, mint az, hogy naponta 10 videót teszünk ki. Jó, ez kicsit túlzás, de mondjuk egy ilyen átlag, felteszünk 10 videót egy nap, rossz minőségbe, akkor inkább csinálj 5 videót, tegyél fel 5 videót egy nap, de azt tedd fel jó minőségbe. Tovább tart a konvertálás, de megéri. Be lehet állítani ki természetesen, hogy hova mentse, azt itt az exportálásnál tudjuk megcsinálni. Itten az Output Name-nél rákattintunk, és itt tudjuk beállítani, hogy hova mentse. Ez a csipogás azt jelenti, hogy végezett. Rá tudunk itt kattintani, és meg is tudjuk nézni a videót. Amit én most nem teszek meg, mert az Action az szokásos módon be fog a végén zizzenni, és nem fogtok hallani belőlem semmit. Miután ez megvan, kiékszerítek, kiléptek belőle ebből útszintén. Hogyha akarjátok, mentitek, én nem szoktam. És kész is. Ennyi lett volna a videó, ennyi a konvertálás. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek segítettem ezzel a kis tutoriállal, annak örülök, akinek nem segítettem, vagy van valami más beállítási módszer, ami szerinte jobb, az nyugodtan írja le kommentbe, és kipróbálom azt is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!